Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és mielőtt elkezdenénk a megnyitót, mármint a beszédeket, egy fontos közleményem van. Van itt köztünk egy kiállító művész, akinek mondjuk olyan 80 képe itt van, és őt szeretném ide hívni. Köszönjük. Akkor ismételten csak egy pillanatra magamhoz ragadom a mikrofont. Nagyon nagy öröm, hogy ilyen sokan összegyűltünk itt a kiállítótérbe, és eljöttek Birkás Ákos a Festő Dolga című kiállításának a megnyitójára. Nagyon sokat beszélhetnék arról, hogy mi az intézmény dolga, vagy mi az én dolgom, én ettől most eltekintenék, hanem még egy mondatot szeretnék mondani, hogy ich begrüße auch herzlich unsere ausländische Gäste, die auch die Reise unternommen haben hierher zu kommen, és egyben át is adom a mikrofont Nádasdy Ádámnak, aki megnyitja ezt a kiállítást, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalta ezt a felkérést. Hölgyeim és uraim! Régen a festő dolga könnyebb volt. Azt kellett megfestenie, amit rendeltek tőle. Leült eléje egy ember, vagy ő elképzelt egy jelenetet a Bibliából, vagy a mitológiából, és megfestette. Ez se könnyű dolog, és nagy tudás kellett hozzá, és lehetett jól csinálni, meg rosszul, de a téma mégiscsak adva volt, valahogy úgy, mint a műfordításnál. Ott is adva van a tárgy, vagyis az eredeti, és arról kell valahogyan hű képet adni, majdnem azt mondtam, festeni. No de ma mit fessen a festő? Amióta autonóm művészé lettek a festők, nekik kell kitalálniuk, mit fessenek. Figuratívat, nonfiguratívat, újdonságot, és főleg, hogy miért azt, amit. Birkás Ákost gyerekkora óta ismerem. Elővette egy papírt, és elkezdett rajzolni, én megfigyeltem. Mindig szokatlanul kezdte. Ha tehenet rajzolt, akkor a bal hátsó lábánál. Ha vonatot, akkor a fékpofánál. Ha embert, akkor a fülénél. Én azonnal tudni akartam, mi az. Gyerekfejjel csak az érdekelt, mi van a képen, mit rajzol a festő. Azt nem jutott eszembe kérdezni, hogy miért éppen azt jeleníti meg. Voltak évek, hogy Birkás semmit sem jelenített meg. Csak köröket, tojásokat festett, amikben mindent bele lehetett látni. Fejeknek nevezte őket, itt is látható egy-kettő. A semmivel a mindent tette elénk, és mi szabadon fantáziálhattunk. Most a fordítottját teszi, mindent ábrázol, és egy kitöltendő tesztet tesz elénk. Az ürességet, a sivárságot, a kicsiséget. Szándékosan nincs mélysége ezeknek a képeknek. Pazar tudással úgy vannak megfestve, hogy ne is legyen. Minden egysíkú, és a színek is úgy vannak kiválasztva, olyan erősek. Úgy tűz rájuk a nap, hogy nem is napfényez, hanem vallatási reflektor bele a szemembe. Kényelmetlen az egész. Nem tudom, mi nyugtalanít jobban. Az, amikor régebben semmit se ábrázolt, vagy most, amikor mindent. Hiszen Birkás újabb munkái készségesen megmondják, mi van a képen. Idős értelmiségi, kinéz a reluxa a lemezei között. Gitározó fiú a barátaival. Keserű arab férfiak. Szemüveges zsidó gyerek rádió stúdióban. Vagy tragikomikus észak-koreai delegáció. Sőt, a képaláírások fontos részévé váltak a műveknek. Hol szellemesen, hol talányosan utalnak a képre. Terelik, vagy elterelik a figyelmünket. Az egymáshoz gyengéden közeledő férfiakat például nézhetném meleg pároknak. Ám de a szent ez meg az képaláírás meggondolkodtat. Persze a szentek között is lehettek melegek, de az ábrázolási hagyomány, vagy a tényleges viselkedésük is nélkülözött bárminő erotikát. Úgy tudjuk, csak szeretet volt bennük, és nem szerelem. Vajon ezt sugallják a képek?
Aztán ott van a fehér négyzet című kép. Véletlenül a hátam mögött. Ami nincs fehér négyzet. Én legalábbis nem látom. Van fehéres színű asztal, de nem négyzet. Malevicsre gondolok. Csak hogy ez teljesen figuratív kép. Egy ember alszik egy elegáns garnitúrán, oda nem illően. Aztán sokszor látunk kemény vonású, napszitta, keleties embereket, akik láttán az érzéseim ingadoznak a szánalom és a veszélyérzet között. Az a helyzet, hogy Birkás gondolkodtatni akar, nem gyönyörködtetni. Pontosabban a gondolkodás gyönyörűségét akarja megadni a nézőnek. Mint a személyi edző a konditeremben, akit először a pokolba kívánunk, mert gyötrelmes programot adott, aztán elkezdjük élvezni a testünk használatát. Így kezdjük élvezni az eszünk használatát Birkás képei előtt. Kik ezek, hol vagyunk és mikor? Helyesli vajon a művész a demokrácia vesztét kívánó arabok indulatát? Avagy aggódva figyelmeztet a demokráciát fenyegető veszélyre? Vajon azt mondja, hogy a mai srácok közt is vannak kivételesen jellemes, odaadó emberek, régebbi nevükön szentek, vagy épp a hiányukat fájlalja? Van néhány kedvencem. Nagyon szeretem az Interiőr című munkát, ahol egy ember kushad az asztal alatt. Hát igen, Interiőr, azaz belső tér. Aztán a Boldog Egilt ábrázoló képet, ahol a bal oldalt lévő alak nyilvánvalóan maga a művész. Közel is vannak egymáshoz, meg nem is. A szakállas, mintha mindjárt meg akarná csókolni, csak hogy a régi szent ábrázolások mind olyanok, mintha csók közeli állapotban lennének. Nézzék meg a Szent Spiridon és egy angyalt. Milyen érzelmes. Ugye ki van állítva a Szent Spiridon? Jó, az nagyon jó. A szokatlan nevű szentekről egyébként kérdezzék magát a művészt, hogy honnan szedte őket. Mindközül a legjobban a Szent Jeromos és egy faszent című festmény gondolkodtatott el. Ezt már láttam Pesten egy sörözőben kifüggesztve. A térdeplő szobrocskában magát a festőt véltem felfedezni, és elgondolkodtam, vajon Jeromos én vagyok-e? Persze fizikailag nem hasonlít rám, de én is fordító vagyok. Hiszen Jeromos fordította a Bibliát latinra, és egyébként is igazi filosz volt. Vajon allegorikus a kép? Hódol-e a művészet a tudomány előtt? Birkás Ákos én előttem? Ám sajnos nem én vagyok az. Én csak szerettem volna sovány lenni és aszkétikus. Ehelyett hízásra hajlamos vagyok és életvidám, és többet vagyok kocsmában, mint könyvtárban. De nagyon elgondolkodtam, hogy ennek talán nem így kéne lennie. Hát gondolkodjanak önök is, hölgyeim és uraim. Ez az ember tud festeni, meg rajzolni, de amellett még akar is valamit. A kiállítást megnyitom.